Vajdaságban Topolya után zent az a község, ahol a megújuló energiaforrások feltárásával szeretnék előre mozdítani az energiahatékonyság jelenleg is életbe vágó kérdéskörét. A hatástanulmányt közel egy év alatt dolgozták ki. Sokat beszélünk erről a témáról, de kevésen megalapozott tanulmány van, ami gyakorlatilag föltárja azt, hogy igazából egy adott térségben, például itt most Zenta községben, milyen lehetőségek is vannak, amelyek racionálisak és kifizetődőek. Tehát tulajdonképpen ez egy kerettanulmány, ami akkor vizsgálta a geológiáját a térségnek, hogy a sokat emlegetett például termálvízzel hogy állunk. A közösségi fűtést is megvizsgálták, olyan kérdéseket górcső alá véve, hogy vajon érdemes-e a meglévő fűtést megújuló energiaforrásokra teljesen vagy részben átállítani. Mivel zentai cég vagyunk, és az energiahatékony megoldási lehetőségekről van szó ezen a konferencián, ezért úgy éreztük, hogy itt a helyünk, hiszen mi energiahatékony készülékeket gyártunk és forgalmazunk. A projekt összértéke mintegy 170 ezer euró, amelyet a zentai önkormányzat javarészt támogatásokból tudott megvalósítani. A projektum célja az, hogy meghatározza azokat az energetikai fejlesztési pontokat, neuralgikus pontokat, amelyekbe később érdemes lesz fejlesztési pénzeszközöket beruházni, illetve költeni, hogy a község pénzügyeibe strukturális helyet foglaló energetikai költségeket bizonyos kereteken belül tudjuk tartani, amik későbbiekben nem fogják veszélyeztetni majd a község szolgáltatásainak az elvégzését. A Civil Planning Trade Kft. És a Pémont Kft. Konzorciumban sikeresen pályázott a Nyugat-Balkáni Zöld Központnál. Így a Pannon Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen kidolgozva készülhetett el a mostani projekt.